Pintér Szilárd, a várospolgármestere elmondta, a szakmai rendezvényre számos óvodából érkeztek pedagógusok és intézményvezetők. Fontosnak tartja, hogy az óvónők tudatosságra tanítsák a gyerekeket. Ez egy háromnapos program, ahol minden olyan aktuális kérdésre próbálnak választ keresni, illetve próbálnak olyan anyagot elsajátítani, amit tovább tudnak vinni az óvodai csoportjukba. Számomra nagyon fontos a klíma kérdése, de igazán elmondtam itt a megnyitó beszédemben is, hogy picit túl az 50-en már másképp éljük meg ezt a dolgot, és ugye rácsodálkozunk, hogy ezt mondták már 20 éve is, és ez velünk megtörténhet. Tehát igen, megtörtént, hogy februárban 20 fok van, februárban virágoznak a gyümölcsfák. Nyilván azt is tudom, hogy régen szigeteltük a házat, hogy ne fázunk, most azt is szigeteljük, hogy ne legyen melegünk. Tehát, hogy tetten érhető, és megérint szerintem már minden embert. Kértem az óvónőket, hogy azt a tudást, amit lesz szerencsék ma itt elsajátítani, az a kellőképpen fertőzzék meg a nebulókat, hiszen a jövőnk azon múlik, és remélem ebben a jövőben még néhány évtized előttem is áll, és én bizakodom benne, hogy unokáim, dédunokáim 100 év múlva is ezen a bolygón életnek, amit mi földnek imunk, és nagyon szeretünk. A program egy óvodapedagógiai módszertan, amelynek bázis intézménye Hódmezővásárhelyen található. Céljuk, hogy minden vármegyében legyen egy tagintézmény, idén Dombóvárt választották. 3 évvel ezelőtt kaptuk meg az energia- és klímapolitikai államtitkárságtól azt a lehetőséget, hogy minden magyarországi megyében legyen egy tagovoda. Ebben az évben, 23-ban és 24-ben 12 megyét érint, és most így juthattunk el Dombóvárra. Tolna megyének a klímastratégiáját 2017-ben a Dipol Humánpolitikai Intézet készítette, akkor ismerkedtünk meg az itteni vezetőkkel, és kiderült, hogy mind az országgyűlési képviselő, mind pedig Dombóvár polgármestere támogatja, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az ilyen típusú szemléletformálást akár gyerekeknek, akár felnőtteknek megtartsuk, és így Dombóvár lett a tagovodának a helyszíne ebben a megyében. Én azt gondolom, hogy ez most már lassan a hétköznapunknak a részévé vált, és sajnos, hogy ezt kell mondanom, hiszen február utolsó napja volt a legeslegmelegebb, amit idáig mértek, és hát ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Tudományosan ez két oldalról lehet megközelíteni, vagy adaptáció, vagy mitigáció. Adaptáció alapot azt értem, hogyan tudunk ehhez alkalmazkodni, mitigáció pedig mi az, amit hozzá tudunk tenni ennek a megelőzéséhez, vagy a csökkentéséhez a káros anyagoknak. És akkor itt kell tudni, talán ez egy nagyon fontos része, hogy ennek a programnak pedig pont az a célja, hogy az óvónőket megismertetjük újabb és újabb módszerekkel, ők ezt továbbadják a gyermekeknek, és a legeslegfontosabb, hogy a gyermekek mindezt a család irányába fogják továbbvinni, és mi hisszük azt, hogy a gyermekek által lehet a családok szemléletét változtatni. Dombóváron a Szivárvány óvoda és bölcsőde is csatlakozott a projekthez. A fenntarthatóság jegyében vagy érdekében eddig is nagyon sokat tettek az intézményeink, minden intézmény a maga hitvallása szerint, illetve a lehetőségei szerint. Itt a tagintézmények közül van már olyan óvodánk, aki zöld bázis óvoda, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ők már nagyon sok mindent tettek az ügy érdekében, és ők azok, akik segíthetik azokat az óvikat, akik még ebben így gyerekcipőbe járnak. Van olyan tagintézményünk, aki zöld óvoda, ő is természetesen ebben a témakörben nagyon sok mindent tett, és van olyan tagintézményünk, aki majd most szeretne csatlakozni ehhez a munkához tulajdonképpen, őket is tudjuk segíteni. Nagyon fontos, azt gondolom, hogy minden tagintézmény a saját maga erőforrásainak megfelelően tudjon és hitvallása szerint tudjon nevelni gyerekeket. Itt fontosnak tartom azt, hogy ez valós legyen, tehát a gyerekek a hétköznapjaikban, mindennapjaikban beépüljön itt például a természetvédelem, a környezetvédelem, a vízgazdálkodás, a közlekedés és az egészség, és a foglalkozásokon, a mindennapokon keresztül ismerjék ezt meg. A zöld bázis intézmény és a zöld óvodáknak a programjában ez már egyértelműen bent van, mint szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelem, állatvilág, növényvédelem, vízvilág, és a gyerekek a napi szintű programokon keresztül, foglalkozásokon keresztül megismerik ezeket, és én azt gondolom, hogy a gyerekeken keresztül tudjuk a felnőtteket, a szülőket is megszólítani ez ügyben, és úgy gondolom, hogy így tudjuk továbbvinni ezt a gondolkodásmódot. Az óvodában olyan témakörök vannak szinte heti lebontásban, amik minden nap segítik ezt a gondolkodást.